Először adták át a Tehetségbarát helyi és nemzetiségi önkormányzat címet. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott december 6-i ünnepségen díjat kapott Balatonfüred, Szolnok, Tata és Szada önkormányzata, valamint a Helyőkeresztúri cigány kisebbségi önkormányzat és az Országos Roma önkormányzat is. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta, hogy vannak közösségek, amelyek felismerték a tehetséggondozás jelentőségét, és hajlandók ezért áldozatot is hozni. Hoffmann Rózsa hozzáfűzte, nem elég tehetségesnek lenni, mert ha a tehetség nem kapja meg a szükséges töbletet, a tehetséggondozást, amely révén kibontakozhat, akkor elhalványul. Az elismerésről kuratóriumi javaslat alapján az államtitkár jóváhagyásával a miniszter döntött. Az alapja pedig az volt, hogy azok a települések, önkormányzatok, vagy éppen civil szervezetek, amelyek most díjban részesültek, valóban mérhetőt tettek le az asztalra, és nem egyszeri eseményről van szó, hanem arról, hogy ők hosszantartóan, következetesen szívügyüknek tekintik a tehetséggondozást. Ami a szadai díjat illeti, kézbe kaptam képviselő úrtól ezt a kis füzetet, a Szadai Székely Bertalan általános iskoláról, ha nem a díjátadás után kaptam volna, hanem előtte, akkor javasoltam volna, hogy az az iskola, amely ilyen látványos, szép, tartalmas kiadványt készít, ott látszik, hogy nem arról van szó, hogy fenn az ernyő nincsen kas, hanem nagyon komoly pedagógiai munka van emögött, látszik, hogy itt a tehetséggondozást nagyon komolyan veszik. Ehhez kívánok a szadai családoknak, pedagógusoknak, önkormányzatnak és a környékben levő többi iskola pedagógusának, családjának is sok erőt, kitartást, mert a tehetséggondozás gyönyörű feladat, de nem könnyű feladat. És ez mindannyiunknak, az egész nemzetnek az érdekét szolgálja. A Pest megyei Szada külön díjat kapott, mert a község általános iskolája nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra, csak nem 20 tehetséggondozó szakkört működtet. Külön díjban Szada község önkormányzata részesül. Vécsei László polgármesternek kérem szót. Vécsei László polgármester utalt arra, hogy Szada község közoktatási, köznevelési intézményei legalább 300 évesek az írásos emlékek szerint. Ez alatt a 300 év alatt a magyar történelem mintáit követte a helyi közoktatás köznevelés rendszere, ami az intézmények sorsát, tulajdonjogát, működtetését illeti. Egy valami azonban ebben az állandóan változó világban az évszázadok folyamán állandó volt. Ezt az állandóságot a 19. századi iskolánk falán 1871-ben elhelyezett, kőbe vésett hitvallásnak is tekinthető jelmondat fejezi ki talán a legjobban, ami úgy hangzik, hogy az ember szellemi és erkölcsi kiképeztetés által felelhet meg hivatásának. Ezt a jelmondatot azóta is községünk minden közössége, önkormányzatunk és magáinak vallja. Természetesen önmagában egy önkormányzat, önmagában egy közösség nem biztos, hogy mindent maradéktalanul meg tud tenni ennek a nagy feladatnak az elvégzése érdekében, de hála Istennek jó segítőink vannak. Éppen ezért erről a helyről is, erről a nagyon megtisztelő helyről és pillanatban szeretném kifejezni a köszönetemet községünk nevében a pedagógusoknak, az iskola vezetésének, minden dolgozójának. Szeretném természetesen a minisztériumnak és a államtitkárasszonynak is a köszönetemet nyilvánítani. A tankerületet is meg kell említenünk, mert ebben a nagy-nagy munkában munkatársak nélkül és segítők nélkül nem sokra mennénk. A szülők és a gyerekek a legfontosabb partnereink ebben a munkában, és egy kicsit a gyerekeink provokálták ki, hogy miről is szóljon a mi életünk. Egy mai élő irodalmárnak a mondatával díszítették az iskola falát, hogy tudnék ott jó élni, ahol jó gyereknek lenni. Hát mi az önkormányzattal azért dolgozunk, hogy jó legyen nálunk gyereknek lenni, és biztosak vagyunk benne, hogy akkor egy kicsit
jó lesz majd a világban is élni, és jobb lesz Szagán nálunk is élni. Az a hitvallásunk, hogy a mi gyerekeink járnak oda, tehát mindent az iskolára és a köznevelés közoktatásra fordítunk. Köszönjük szépen ezt a külön díjat, nagyon örülünk neki, és büszkén fogjuk viselni. A Szadai Általános Iskola igazgatója Grefné Kállai Tünde emlékeztetett arra, hogy 2012. júniusától regisztrált tehetségpont az intézmény, és pályázni fognak az akkreditált tehetségpont címre is. Az iskolánkban a tehetséggondozás az kiemelt figyelmet kap, mind a szakköri keretekben, mind a tanórákon. A tanórákon belül csoportbontásban próbáljuk a tehetséggondozást elősegíteni, illetve rengeteg versenyen, tanulmányi versenyen vesznek részt a gyerekeink. Ezért is fontos, hogy szeptemberben és tavasszal, május környékén két nagyszabású házi tanulmányi versenyt is szervezünk, amin az a célunk, hogy minél több gyerekünk részt vegyen és megmérettesse magát. Illetve a különböző országos versenyeken, vagy a külsős versenyeken mindig, vagy versenyekre készülés során minden esetben előválogató versenyeket szervezünk. Ezeken a külső versenyeken szépen szerepelnek gyerekeink, így például az országos Les Nándor földrajzversenyen is 5. helyezést hozott el az egyik kislányunk, illetve 14. helyezést az egyik 7. kisfiú. A szakköreinkről nagyon bő szakköri kínálattal várjuk a gyerekeket, illetve igyekszünk minél színesebb palettát biztosítani. Kiemelném a rajzszakkörünket, ahol több mint 40 gyerek vesz részt a foglalkozásokon, és gyönyörű munkákat készítenek, nagyon sok rajzpályázaton is részt vesznek, illetve a történelem szakkörünkön múzeumpedagógiai látogatásokat terveznek, illetve hát ezeket veszik igénybe a gyerekek, így most ez nagyon jól jön, ez a külön díj, aminek a során ilyen látogatásokat tehetnek majd a gyerekeink. Ők is versenyeken vesznek részt, és nagyon szép eredménnyel szerepelnek, és hát a sportversenyeinktől kezdve a különböző, vagy sportszaköreinktől kezdve a különböző tanulmányi szakkörökön keresztül azt gondolom, hogy nagyon széles kínálat van az iskolában. A zeneoktatásunk az egy külön jó dolog. A Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola kihelyezett tagozatokként több mint 80 diákunk vesz részt a zeneoktatásban. Furulya, zongora, hegedű és szolfés tagozat működik a mi iskolánkban, és ezeknek a tanulására van lehetőség. Nagyon szép karácsonyi koncertjeink vannak, és egyéb kisebb hangversenyek, valamint a különböző rendezvényeken is mindig ott vannak a zeneiskolás gyerekek.